A kék és zöld színű dobozban található meg a Honor 7-es. A doboz előlapján látható a Honor márkanév, illetve dombornyomással a 7-es szám került még ide. Más info nem is nagyon van a dobozon, amint láthatjuk, tehát egy rendkívül egyszerű csomagolást kapunk. Ezt ha felnyitom, itt van rögtön a Honor 7-es készülék. 5,2 hüvelykes kijelzőnk van, amely mint látható oldalt egészen kellemes, vékony kerettel rendelkezik. Ez mindenképpen pozitívum. Alul sem túl vastag, illetve felül sem a keret. Ezáltal egészen jól kézbe illik a telefon a kijelző méret ellenére. Elől a kijelző felett van hangszórunk, van egy ledünk, amely igazából olyan vakuszerűség lenne, de annyira nem erős, mint egy átlag vaku, inkább csak arra szolgál, hogy fotókészítésekor megvilágítsa az arcot. Van előlapi kameránk, fény és közelség érzékelünk. Oldalról nézve átlagos vastagságú a telefon, van egy bekapcsoló gombunk, illetve hangerőszabályzó gombunk, fém oldalsó élünk van, felül van egy infraportunk, van egy jack csatlakozónk, illetve egy mikrofonunk, a bal oldalon pedig van egy extra gomb, amit használhatunk különböző funkciókra, ezt ugye meg lehet majd határozni, mire használnánk, illetve van egy SIM-kártya tálca. Alul hangszóró rácsunk van, ami mögött csak az egyik rejt ténylegesen hangszórót, a másik a mikrofon, illetve egy mikro USB csatlakozónk van. A készülék teljes háza alumínium, kivéve itt ezt a kis részt alul, illetve felül, amely műanyag, itt az antennák helyezkednek el, viszont az oldalsó illés, a hátlap nagy része fém, illetve egy ilyen 45 fokos gyémánt csiszolás húzódik még meg, amiért picit lágyítja a vonalvezetést. A Honor feliratunk az kézzel kitapintható, hiszen egy picit dombornyomott hatásunk van. Valójában igazából így van ezt valószínűleg megművelve a hátlap, hogy ezt direkt így alakították ki. Itt van a RGBV kamera szenzorunk a Huawei P8-ból. Ez egy nagyon picit kiemelkedik a készülék házból, ami egyébként, ha leteszem így a telefont, csak felül billeg, mi a középen helyezkedik el, ami egy picit zavaró lehet, de hasonló szituációkat láthatunk drágább készülékeknél is, mint például az iPhone 6S vagy a Samsung Galaxy S6. Itt van az új lenyomatolvasónk, ami piszok gyors és nagyon jól működik, illetve jó helyen van, hiszen így, ahogy fogom a készüléket, pont rá tudom helyezni az ujjamat, és látszik is, hogy azonnal feloldja a telefont egy érintéssel, illetve más funkciók is vannak hozzá. És még a kamera kapott egy kéttónusú LED vakut, amely a megvilágításért szolgál. Kívülről tehát egy eléggé minőségi készüléket kapunk a Honortól, a Honor 7 név alatt, és megnézzük, hogy mit tud a készülék.